A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, valamint a füstrendszer jó és biztonságos működésének ellenőrzése, az esetleges problémák kiszűrése, a balesetek megelőzése, de semmiképpen sem a bírságolás, áll az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében. Ha a kéményseprők problémát tárnak fel, fontos, hogy saját érdekében mindenki mi hamarabb intézkedjen a javításról. A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki, melyen fel kell tüntetni a legutolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzéskor elvégzett műszeres mérések eredményét is. Egész évben fontos a füstelvezetőknek, úgynevezett kéményeknek a karbantartása, hiszen a nyári időszakban például egy gázüzemű tüzelőfűtőberendezés mondjuk meleg vizet állít elő, tehát ugye akkor is használjuk ezt a fajta füstelvezetőt, de ugyanakkor ilyenkor, amikor a lakásokat átalakítják, illetve úgymond azt szoktuk mondani, amikor békeidőszak van, tehát nem használjuk olyan nagy üzemben ezeket a füstelvezetőket, érdemes már arra gondolni, hogy a téli fűtési szezonra fel legyenek készítve ezek a füstelvezetők. Ugye a gázüzemű tüzelőfűtőberendezések esetében, úgynevezett gázkémények esetében két évente történik ez a felülvizsgálat, a vegyes tüzelésű kémények esetében pedig évente érkezik a kéményseprő. A lakosság számára ingyenes a kéményseprés, a társasházakban viszont értesítést dob be a kéményseprő az ellenőrzés időpontjáról, míg a családi házas övezetekben meg kell rendelni az ellenőrzést. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek és nem fogadhatnak el, bár végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre írásban meg kell rendelni, és a munka elvégzése után számla ellenében átutalással kell a díjat megfizetni.